itt vagyunk helyben Veszprém, ezt úgy nevezték, és úgy tudta a politizáló, vagy a közérdeklődő közvéleményt, vagy a közéletilát érdeklődő közvéleményt, ugye pap, elvtárs, bolsevik megyére. Az én megyére Csongrádnyire, ezt meg úgy is felte azért megjelzett fajta ügyedező közvélemény, hogy a komocsi elvtárs Pol Pot megyére. Szóval két karakteres bolsevik. Na most, hát én onnan jöttem ebből, és ezzel a karakteres bolsevik komocsi miája szemben győztem, 85-ben. Végülis a választás vége az volt, hogy egy 83%-os. Szóval azért Lengyel Laci ezt írta rólam, hogy királyzónak voltak valódi választói. 85-ben, amikor még senki nem voltak. Neki valódi választói. És amikor jött a valódi választás, a szabad választás, akkor ugye ez már több pártrendszer volt, akkor viszont 63%-ot kapta, és azt mondta, hogy nagyságrendileg ez szinte ugyanaz, mert hiszen más egy egypárti ellenfélvel szemben, ahogy tetszik, ilyen magas százaléka lehet elérni, de hogy szinte, amikor volt 8 párt, nem tudom, hogy mennyit a választáson, 90-ben, gyakorlatilag mi ezt a nagyságrendet hozni, azért én azt tartom, hogy nagy élménynek tartom. Szózda meg, engem fűztek meg, és miután édesanyám, mikor meghalt, azelőtt 3 hónapban halt meg, akkor vallotta be több évtized után a kisfiamon a népárt szociáldemokratában. És akkor 3 hónap múlva meg jönnek, mondom, a Svédországból régi emigrációs szociáldemokraták, meg a Vasas, meg nem tudom, hogy a szakszervezetek autonómokat, nem autonómokat, a vegyészek, hogy szeretnék, ha elkezdenék a szociáldemokráciát itt együtt csinálni. És hát végül is így jött össze, megcsináltuk egy egyesület, hogy ezt is élettem az elvünkkel. Na most ez azért nagyon meglepett bennem, hogy mégis a legrégebbi